téma a DHS és ami mögötte van. A DHS-ről azok, akik már rendszeresen hallgatják a webkonferenciákat, vagy már megismerkedtek a germán gyógytudományról, nagyon sokat hallhattak. Ma egy picit ezt a témát szeretnénk körbejárni, hogy mi is a DHS, mi áll mögötte, és mit tudunk tenni ezekben az esetekben. Én valójában azt szeretném, hogyha egyre kevesebb DHS érhetne bennünket, illetve egyre rövidebb ideig lennénk a hatása alatt. De mi is ez a Dirkheimer-szindróma? Honnan jön az elnevezés? Mi az, hogy germán gyógytudomány kifedezte fel, illetve melyek azok az alapelvek, amelyek működtetik ezt a csodálatos gyógytudományt, amely a gyógyulásunk, illetve a betegségeink mögött húzódó valódi okokat tárják fel. Erről hallhatnak ma egy előadást kedvenc előadómtól, dr. Budai László Károlytól, aki 28 év praktizálás után felhagyotta az orvostudomány akadémikus művelésével, köszönhetően ennek a fantasztikus módszernek, amit úgy hívunk, hogy germán gyógytudomány most már csak ezzel foglalkozik. Engem ez is érdekelne, hogy miért hagy fel egy orvos ezzel a jól menő praxissal, miért gondolja azt, hogy az, amit ő most képvisel, az a valódi gyógyulás, gyógyításnak az egyik alapköve. Úgyhogy szeretnélek megkérni, drága Karesz, hogy az előadás során egy picit fejtsd ki ezt is bővebben, hogy mit adott neked a germán gyógytudomány, hogy miért tartod ezt fontosnak, hogy kedről kedre ingyenes webkonferenciákat tartasz, és megosztod a tudásod, melyet hadd köszönjek most meg magam és minden hallgató nevében. Tiéd a szó. Hát meglepetésszerű, váratlan elkérés ez Réka részéről, mert így még nem vezetett be webkonferenciát, de mégse élem meg DHS-ként az egészet, mert nem vagyok magányos ebben a történetben, itt ül mellettem Réka. Szóval komolyra fordítva a szót, tényleg én úgy gondolom, ha valakinek az az eltökélt szándéka, hogy segítsen az emberek gyógyulásában, és végre megtalálja azt a módszert, amivel valódi segítséget tudok adni a betegeknek, akkor onnantól nem kérdés, hogy ezután mivel foglalkozom. Legalábbis számomra nem volt kérdés. A germán gyógytudomány az akadémikus orvoslással foglalkozó kollégáknak egy hatalmas tükör, és egy hatalmas felismerés. A kérdés csak az, hogy utána ki hogyan dönt. Én nem biztatok senkit se arra, hogy hagyja fel a praxisát, és csak ezzel foglalkozzon, hiszen az orvos-beteg kapcsolatban az orvos a betegnek bármit elmondhat, ami az ő gyógyulását támogatja. És ha nem félelmeket keltünk az emberekben, ha nem azt mondják neki, mint ahogy egy levélírónknak mondták, hogy még egy éve van hátra, hanem azt mondom neki, hogy hát most kéne örülni, mert éppen gyógyul, ugye a kettő közt hatalmas különbség van, akkor úgy gondolom, hogy az orvosok valós segítséget fognak tudni adni a betegeknek a gyógyulásokban. De rögtön hozzá kell tegyem azt, amit majd még külön képen is bemutatok, és a weblapnak a fő üzenete, hogy a betegség a beteg nélkül nem gyógyítható, és hogy miért nem? Hát pontosan azért, mert a DHS-t azt ő élte meg, ő tudja, hogy mit élt meg, és neki kell ezt érzelmileg feloldania. De kicsit elébe szaladtunk a dolgoknak, mert aki először van itt, az se tudja, hogy mi ez a három betű. És kezdjük azzal, hogy mi is az, hogy germán gyógytudomány, és miért germán gyógytudomány. A germán gyógytudomány atya, dr. Ike Gerd Hammer, az a csodálatos orvos, aki a saját élete történetén, a saját tragédiáján keresztül tapasztalta meg, hogy hogyan is működik a biológia törvényszerűsége, és ez nem csak mi ránk emberekre vonatkozik, hanem ezek a törvények az állatokra, sőt a növényekre is vonatkoznak. Germán gyógytudomány pedig azért lett, mert először germán új medicina, GNM volt az elnevezése, mondjam azt, hogy a leánykori neve,
Aztán mondjam azt, a rossz akarói rengeteg új medicinával megnevezett dolgot írtak le, ami teljesen másról szól, mint amit Hammer doktor leírt, vagy éppenséggel más elnevezésekkel illetik mindazt, amit Hammer doktor felfedezett. Én az ő munkásságát képviselem, az ő könyveit vettem meg. Úgyhogy annyit szeretnék mondani, hogy az, amit itt hallani fogunk, az valóban Hammer doktor munkásságának a feldolgozása, és én úgy gondolom, hogy aki átveszi Hammer doktornak a gondolkodását, ugyanolyan eredményre fog jutni, mint amilyen eredményre ő is jutott. Tehát annyit szeretnék hozzátenni, hogy jó lenne, ha ezt az egészet ezzel a, mondjam úgy, hogy füllel figyelnénk, és az eddigi egyéb tudásokat zárójelbe tennénk, hogy megértsük, hogy ki is ez a Hammer doktor, és mit adott nekünk. Hammer doktor 6 gyerekes családnak a 3. gyermeke volt, az édesapja protestáns lelkész, édesanyja pedig nemes, olasz nemesi családból származott. A kis Rikeget Hammer 1 éves korától egész iskola kezdésig a nagyszülőknél, az apai nagyszülőknél nevelkedett, Leer Lógában, Rémától nyugatra, a holland határ mellett, és körülbelül 300 kilométerre volt a szülői háztól. Az iskoláit Krefeld városában kezdte, és 53-ban fejezte be, és még abban az évben az egyetemet elkezdte Tübingen városában, az Eberhard Kárs Egyetem orvosi és protestáns teológiai karán, és néhány fél évig még fizikát is tanult, tehát medicinát, teológiát és fizikát tanult, minden szinten tájékozott volt tehát, és emellett majd látni fogjuk, hogy még nagyon sok jót és csodálatos dolgot fedezett föl. A számomra különleges, hogy nem csak a fizikai működését ismerte a biológiának a testnek, nem csak a test betegségeiben mélyedt el, hanem a lélek bugyrait is megismerte. Azt gondolom, hogy egy protestáns teológiai karon azért feltételezhetően a lelki működéséről, az érzelem virágáról is nagyon sokat tanult. Ez természetesen, hogy nagy hasznára vált Hammer doktornak, pontosan akkor, amikor a betegekkel szóba áll. Ha valaki megnézi, vagy meghallgatja azt a, mondjam úgy, hogy rádiójátékot, ami egy mélynyakrák története, a 40. eset, ott az idős hölgy feltesz a kérdés, hogy doktor úr maga belelát a lelkembe. Igen, belelát a lelkébe az embernek, mert tudja, hogy mi zajlik egy emberi lélekben. Hammer doktor megkapja az orvosi engedélyt, megvédi a diplomamunkáját 63-ban, ez a diplomamunka hála Istennek nekünk megvan, és 64-től 66-ig orvosként dolgozik Hirschau-ban. 72-ben szakvizsgázik belgyógyászatból, majd Tübingen és Heidelberg városok egyetemi klinikáinak a belgyógyászati osztályain dolgozik. Hammer doktor egy csodálatos feltaláló is volt, hiszen a medicinán kívül nevéhez fűződik a Hammer-féle szike, amit a plasztikai sebészek nagyon szeretnek, 20-szor élesebb, mint a legélesebb borotva, és gyönyörű egyenes meccést lehet a bőrön ejteni vele. Aztán van feltalált egy speciális csontfűrészt, amit az ortopédiai műtőben használnak, illetve egy speciális masszázságyat is, és ilyen bőrön keresztüli szérumdiagnosztikai készüléket is felfedezett. Tehát egy kutató, kereső, feltaláló orvosról van szó. Még az egyetemi évei során ismerkedik meg későbbi feleségével, Sigrid Oldenburggal. 57-ben kötnek házasságot, első gyerekük meg is születik 57-ben, és hát mivel az apja nem nézte jó szemmel, hogy még az oltár előtt ez a gyerek megfogant, hát próbálták ezt, mondjam úgy, hogy valamilyen módon megtorolni, tehát az anyagi támogatást igencsak megvonták a fiatal pártól,
És hát Hammer doktora hétvégenként a prédikációkból, az istentiszteleteken tartott prédikációkból jutott némi bevételhez. Aztán eldönti a család 1976-ban, hogy elmennek Olaszországba, Olaszország déli részére, ugye Nápolyba, ingyen gyógyítani a szegény embereket, hiszen a megélhetésük a találmányok után járó bevételekből már biztosítva volt, és nem a pénzért való gyógyítást szerették volna művelni a továbbiakban. Minden nagyon szép és jó lett volna, ha ugye 76-ban mennek Olaszországban, és 78-ban egy tragédia minden addigi tervet kettétör. Az akkor 19 éves fiúk, ugye augusztus 18-án barátaival Korzika déli partja mellett fekvő Cavallo-szigethez mennek, egy hajókirándulás keretén belül este szórakozni fiatalok, ezzel nincsen semmi probléma, hiszen a család akkor éppen szabadságon volt, és Szardínia szigetéről áthajózni északra, Korzika felé, az nem egy nagy történet. A probléma csupán annyi volt, hogy Dirk Hammer fáradtnak érezte magát, a csónakban maradt és aludt, és éjjel 3-kor a Viktor Emánuel, a savoyai herceg, aki ugye az olasz trónörökös volt, hát erősen ittas állapotban két lövéssel halálosan megsebesítette Dirk Hammert, és innen kezdődik a kálvária, szinte eszméletlen állapotba kivérezve kerül végre sürgősségi ellátásra. 19 műtéten megy keresztül ez a fiatalember, és december 7-én az apja karjai közt hal meg, 111 napi küzdelem után. Ez Hammer doktor teljesen lesokkolta, egyszerűen ez egy döbbenetes dolog, gondolom nem kell senkinek sem részletezzen, mit jelent az, ha a gyermeke meghal a karjai között. Nos, Hammer doktornak 2 hónapon belül herrendaganatot diagnosztizálnak, és a kedves kollégák kevesebb, mint 1% túlélési esélyt adnak neki, mondván, hogy az egész hasa tele van áttétekkel, és ezt idézőjelbe tette Hammer doktor is. És ezeket azért részletezem, mert azért más forrásokat is meghallgattam, és ahány előadó annyiféle adatot közöl, jelzem még egyszer, ezeket az adatokat Hammer doktor könyvéből idézem. És itt van kiemelve pirossal, hogy pokoli kínok következnek. Ezt azért emeltem ki piros színnel, mert ugye a gyógyulási tünetek azok fájdalommal járnak. Mindenki azt hitte, hogy hát meghalt a Hammer doktornak a fia, most neki is hererákja van, majd ő is meghal, aztán elsimítják az ügyet, mert ugye Hammer doktor küzdött a fia gyilkosa ellen, csak hogy hát háttérhatalom ott állt a gyilkos mögött, és elképesztő dolgok történtek meg ebben az igazságszolgáltatásnak nevezett, hát, hamis világban. Hammer doktor minden kemoterápia vagy sugárterápia nélkül gyógyul meg, teljesen felépül, és beismeri, hogy a feleségével történt hosszas beszélgetések, ebben rengeteget segítettek neki, de elgondolkodik azon, hogy amíg a fia élt, neki semmi baja nem volt, de a herdaganatát pedig a fia halálával hozta összefüggésbe, és kereste a kapcsolatot a két esemény között. Mondjam azt, hogy szerencséjére 81-ben a Müncheni klinikához tartozó Oberaudorfban dolgozott, itt látjuk a képen ezt a klinikát. Ez egy rákbetegekkel foglalkozó nőgyógyászati klinika, és ő itten belgyógyász főorvosként dolgozik, és természetes elbeszélget
a daganatos betegekkel, hogy mit éltek ők meg a daganat megjelenése előtt, milyen lelki traumát, váratlan eseményt éltek meg, és kiderült, hogy az első körben megvizsgált 200 páciensnél, mindegyiknél egy nagyon súlyos drámai, érzelmi megrázkódtatás állt a daganat kifejlődése hátterében. És ezáltal a rák vastörvénye felfedezésének a hátterében is Hammer doktor 81. októberében ismerteti felfedezését, a kollégáival is közli, hogy ő mire jött rá, és hát itt jött a nem várt esemény, ugyanis a kollégák nem ismerik el a felfedezését, és választás elé állítja a klinika vezetője, hogy vagy elhagyja a klinikát, vagy maradhat, ha megtagadja mindazt, amit ő eddig úgymond felfedezett. Hát mert doktor tudta, hogy itt a napjai meg vannak számlálva, még nagyobb, mármint munkaügyileg. Mármint munkaügyileg természetesen, hogy hamarosan meg kell válnia a munkahelyétől, és még nagyobb lendülettel vetette magát bele abba, hogy a betegeket kikérdezze, és keresse az összefüggést a lelki traumák és a szervi következmények között. Engem ez teljesen megdöbbent, mondjuk 1981-ben nem tudom, mekkorák voltak a rákbetegségek statisztikái, valószínűleg akkor is egészen magas szám volt, de ha csak igen, egy ember lett volna az egész világon, akin ez a tézis segíthetne, már akkor sem lenne szabad véka alá rejteni. Hát igen. És számomra ez elképzelhetetlen, vagy legalábbis megdöbbentő, talán ez a legjobb szó, hogy milyen igen, megdöbbent az, hogy végre valaki felfedezi a betegségek mögött rejtőző valósokat, és azt mondják neki, hogy tartsd ezt meg magadnak, mert ha nem kirúgunk. Hát igen. Ez elképesztő számomra. Ezzel is foglalkoztunk a Rák gyógyítható című webkonferencia előadásban, ahol Hammer doktor egy barátjának a könyvét vett górcső alá, és idéztünk belőle nagyon sok életrajzi adatot Hammer doktorról, és abban főleg azt domborítottuk ki, hogy hogyan próbálták a felfedezésének a jelentőségét véka alá söpörni. És az előadás is hamarosan kikerül majd a weblapra. Érdemes meghallgatni, hogy lássuk, hogy a ma tudománynak nevezett akármi, hogyan próbálja az új felfedezéseket, felismeréseket elnyomni, mert ugye nem beszélhetünk a független tudományról. Itt mindig a kérdés az, hogy ki az, aki finanszírozza a kutatást. Ez meg fogja határozni azt is, hogy a kutatás eredménye az átmehet, vagy nem mehet át a köztudatba. Talán éppen ez a téma, hogy mi a kutatás célja, hogy mit bizonyítson be. Hát és igen, ezután mit lehet később rákészíteni, vagy rákényszerítetni a rendszerre, illetve mit lehet ezután eladni? Hát igen, eladni, mindent eladnak utána a továbbképzéseken, ugye kötelező továbbképzései kell járjon az orvos, évente össze kell szedje a 250 kreditpontot, és az állandó, hát mondjam úgy, hogy agymosás az folyik, tudománynak nevezett csomagoló papírba téve, jönnek a stadik, a evidence-based, bizonyíték alapú megoldások. Bizonyítékokon alapuló orvoslás, és egyéb, és az egyéb, és hála Istennek azért vannak olyan tudósok, akik ezeknek a evidenciáknak utána néznek, és kiderül utólag, hogy nem is annyira evidenciák, mint ahogy azt állítják róla. Sok gyógyszerről kiderültek a hamisságok, azok a csalások, amit statisztikában végeztek, csupán csak azért, hogy forgalomban lehessen hozni. De nem ez most a mai témának, a mai estének a fő témája, de nyilván erről is szólni kell, hogy tudjuk, hogy milyen környezetben beszélünk erről a hatalmas felfedezésről, ami hát nem, tehát az, hogy Nobel-díjat érdemelt volna, hát az semmi, ahhoz képest, amit Hammer doktor felfedezett. Már az első természettörvény
el kéne gondolkodtassa az embereket, ugye, amit 1981-ben leírt, akkor ő ezt a rák vas törvényének nevezte, hisz nem tudta, hogy még további négy törvényt fog felfedezni, de hát a fia álmában megjelenik és biztatja az apját a további kutatásra. A fiáról, Dirkheimer szindrómának nevezi azt a feltételrendszert, azokat a kritériumokat, amelyeknek a jelenléte szükséges ahhoz, hogy elinduljon bennünk egy daganatos vagy egy rákkal egyenértékű folyamat. Ezeket a biológiai válaszokat Hammer doktor értelmes biológiai különprogramoknak nevezte, itt látjuk a lapaján, hogy EBK, értelmes, mert minden a túlélésről és a faj fenntartásáról szól, ami bennünk történik, nem rossz indulatú, nem ismeretlen és nem gyógyíthatatlan. Egy külön program, egy biológiai külön program, mert különben nem indul el, csak ha teljesülnek a DHS kritériumai. Miről van itt szó? Mindig elmondom, hogy egy nagyon súlyos érzelmi megrázkódtatás, ami hirtelen, váratlanul, meglepetésszerűen tör ránk, és az a probléma, hogy magányosan éljük meg, és benne ragadunk a konfliktusba. Tehát mindig lesznek az életünkben váratlan események, amelyek megráznak minket, de tőlünk függ csak az, hogy meddig maradunk a konfliktusba, és hogy ezt mennyire magányosan, elszigetelve éljük meg. És ha ez így történik, akkor ez a lelki megrázkódtatás az agy közvetítésével szervi elváltozást indít el. Na most ezeket a fogalmokat szeretném egy kicsit jobban kivesézni, ugye, belemenni a részletekbe, mert ahogy tudjuk, az ördög mindig a részletekben van eldugva, és azt se felejtsük el, hogy a konfliktus pillanatában kialakulnak a sinek, ezt Hammer doktor nevezte sineknek, vagyis azok a körülmények, amelyek között én megértem egy konfliktust, a biológián rögzíti. Minden érzékszervem rögzíti azt, ugye a szemem, amit látott, a fülem, amit hallott, az orrom a levegőben levő polleneket, páratartalmat, a gyomrom azt, hogy éppen mit emésztettem. Tehát ezek mind-mind színek, hangok, fények rögzítve lesznek. Pontosan azért, ha legközelebb megint ilyen körülmények közé kerülök, akkor már is elinduljon bennem a túlélő program, az EBK, az értelmes biológiai különprogram. Most nézzük akkor, hogy mi az, hogy hirtelen, váratlan, meglepetésszerű. Tehát mindig egy nem várt eseményről van szó. Ugye, ha minden úgy történik, ahogy elképzeltük, akkor minden rendben van, akkor szépen langyosan leéljük az életünket, de amikor valami olyasmi történik, ami az addigi elképzeléseimet, kereteimet felborítja, és ezáltal a túlélésen veszélybe kerül, hát ez azért egy megrázó dolog. És ne feledjük, hogy bármi történik, ha mással is történik valami, akkor is rólam van szó. És ugye közeledik a halottak napja, és hát mindenki elment, volt már egy-egy temetésen, de ha belegondolunk abba, hogy kit siratunk és kit sajnálunk a koporsónál, akkor ez tudom, hogy nem tetszik a gondolat, de rájöhetünk, hogy mindig magunkat siratjuk, hogy mi lettünk szegényebbek azzal, hogy valaki frekvenciát váltott. És ugye mindig, amíg egyensúlyban tudom tartani az életem, addig nincsen semmi probléma. Amikor kibillenek ebből az egyensúlyból, akkor van a gond. És ez az egyensúly, ez vonatkozik az érzelmi, a gondolati és az anyagi egyensúlyra. Tehát nagyon sérülékenyek vagyunk, ameddig a túléléssel foglalkozunk. Hadd ragadja meg a mikrofon kereszt, mert mindaz, amit eddig elmondtál, nagyon hasonlít arra a szóra, amit Seje Jánostól ismerünk, a stressz szót. Igen. Viszont van némi különbség a, hát ha lehet így fogalmazni, hogy sima stressz. Igen. És a DHS között. Nagyon örülök, ha ezt kifejted. Seje János egy magyar kutató volt, 1907-ben született, és 1900 Bécsben, és 1982-ben halt meg Kanadában, Montrealban. Seje János egy nagyon sok szintű tudással rendelkező ember volt, orvos, belgyógyász, vegyész, endokrinológus és egyetemi oktató,
címeket szerezte meg. Az első könyve Montrealban jelent meg 1950-ben, amelyben a stresszre adott érzelmi válaszok patológiás irányait kereste. Nagyon gazdag pályafutása van, nagyon sok kiadványt mutatott vagy adott ki. Magyarországon 1960-ban, 10 évvel a felfedezése után jut el a tudása, és nagyon érdekes, ahogyan a stresszről gondolkodik. Nézzük meg, hogy mi a különbség az átlagember által értett stressz és a DHS között. Nézd. Ugye azt mondtad, hogy a DHS az egy szindróma. Feltételező, hogy több dolog van egyszerre jelen, egy helyen, egy emberben, egy testben. A germán gyógytudomány szerinti oldalát én úgy érzem, hogy nagyon szépen kidomborítottad. Én most egy picit a stresszről szeretnék beszélni. Igen, hogy lássuk a különbséget. Hogy ismerjük meg, hogy mit értünk a stressz szó alatt, maga a stressz szó alatt. Én nem is szeretem ezt a szót használni, mert én úgy érzem, hogy ez kezd egy feneketlen szemétládává alakulni, ami folyamatosan újabb és újabb dolgokat tud elnyelni. Viszont a DHS jelenléte, illetve a DHS témája az csak részben hasonlít a stresszre. És a kettő nem ugyanaz, hiszen mindannyian stresszes állapotokat élhetünk meg, feszült állapotokat, de nem jelenti azt, hogy ha mindannyian ugyanebben a stresszben vagyunk, akkor ugyanúgy megbetegszünk. Nyilvánvaló a stressznek van egészségkárosító hatás, én nem szeretném ezt elbagatelizálni, de nem feltétlenül kell azt gondolni, hogy ha nem vagyok stresszes, nem lehetek rákos, vagy hogyha stresszes vagyok, akkor rákbeteg leszek. Tehát ezt az egyenlőséget ne tegyük hozzá, ezt szeretném egy picit átgondolni. A stresszt eredetileg a szervezetnek az ingerekre adott nem specifikus válaszát jelölő orvosi szakifejezésként tekinthetjük. Ez most már túlnőtte az orvosi szakifejezést. Én azt hiszem, hogy már nem csak a segítőpályán dolgozók, hanem az átlag emberek tudatába is beférkőzött ez a szó. Ez folyamatos feszültséget, tartós idegességet jelent, amely rendszerint egy vagy több állandó negatív ingerre adott tartós válaszreakció. Vagyis itt már azért el kell gondolkodnunk, hogy egy vagy több ingerre adott negatív ingerre adott tartós válaszreakció, tehát akkor itt azt jelenti, hogy a stressz csak valamit jelöl, valamilyen olyan eseményt, ami számomra nem tetszésen váltotta ki. Nagyon sok minden lehet stressz, vagy stresszfaktor, mert ugye ezt nevezzük, hogy stresszor, a stresszt kiváltó ok. Gondolhatunk itt makroszinten mondjuk háborúkra, zavargásokra, nagy balesetekre, természeti katasztrófákra, de ha mikroszinten nézzük meg az emberek egyéni életét, akkor megnézhetjük, vagy láthatjuk stressz forrásként a felgyorsult életvitelt, de lehetnek például mindennapi események is, a tömegközlekedés, munkavégzés, mindenféle nagy változás, mondjuk egy költözés, egy állásváltoztatás, valamilyen betegség is lehet egy stresszt kiváltó esemény, lehet az egy diagnózis, egy válás, egy halál, egy bármilyen olyan dolog, ami megváltoztatja végérvényesen az ember életét. Nagyon sok traumatikus eseménynek vagyunk kitéve életünk során. Azok, amelyeket nem tudunk befolyásolni, amit nem tudunk előrelátni, ezek a bejósolhatatlan események, ugye az, mint drámai, hirtelen tör rám, nem tudok rá felkészülni, és itt a DHS-sel van egy ilyen közös rezdülésük. És mindez kihívást jelent a képességeinknek, illetve az én képünknek. Nagyon érdekes az, ahogyan bizonyos események újra és újra lejátszódnak az emlékképek
során az elménkben, ezt flashbacknek nevezzük, emlékbevillanásoknak. Ez nem feltétlenül a stressz jele, ez a DHS kritériuma, és itt van a különbség, hogy a DHS-ben az érzelem, a történet hatása alatt vagyunk, és nagyon sokszor úgy mondunk el egy ilyen konfliktust, mintha ez tegnap történt volna. Nagyon sokszor annyira részletgazdagon emlékszünk egy-egy ilyen történetre, hogy amikor meghalt a kiskutyám, akkor hogy mi történt Igen. vele. Nem feltétlenül kell emlékeznünk minden DHS-re, hiszen az élet zajlik tovább, tehát ez nem kritérium annak, hogyha nem emlékszem rá, akkor nem is volt, tehát nem ide szeretnék lyukadni, de nagyon sokszor a DHS-nek nagyon komoly traumatikus élmény társul a hátterében a gondolatainkkal, illetve a cselekedeteinkkel. Vagyis a stressz, a feszült idegállapot, az gyakorlatilag nagyon jól megnevezi azt, ami a DHS után következik be. Hát a DHS-ben egy nem várt eseményt éltem meg, és utána ennek a hatása alatt maradok, és ez lesz a konfliktus aktív szakasz, amit majd a második természettörvény Behámmel doktor leír. Igen, ezt is szerettem volna sugalmazni, de most szeretnék nagyon precíz és korrekt lenni. Nem minden stressz DHS. Így van. Mert például én emlékszem az egyetemi éveim alatt, minden vizsgát stresszként éltem meg. De nem volt sem váratlan, sem drámai. Igen, izgatott állapotba kerültem be, de tudtam, hogy lesz vizsga, tudtam, hogy mikor lesz, tudtam, hogy hány órakor kezdődik. Tehát így az van. Nem volt DHS így van. Számomra, mert ismertek voltak a dátumok. Természetesen. Tehát ezek olyan dolgok, olyan események, amelyekről tudjuk, hogy érkeznek. Igen. Feszültséggel tölt el minket, de nem DHS, mert nem váratlan és nem meglepetésszerű. Így van. De itt pontosan itt van a lényeg, hogy a hirtelen, váratlan és meglepetésszerű történet lesz az, amit DHS-ként élünk meg. Nos, nézzük tovább a dolgokat. Ugye miről is van szó? Egy súlyos érzelmi konfliktusról van szó. Tehát nem csak nem egy agymenésről van szó, nem egy matematikai képletnek a feltalálásáról, vagy félreértéséről. Arról van szó, hogy félelem van bennünk. És ez itt a lényeg, hogy félelem. Mert amikor valami, az a történet, ami hirtelen, váratlanul, meglepetésszerűen bejött, becsapott az életemben, mint derültékből a villámcsapás, ez félelemmel töltött el engem. Félelemmel, hogy vajon mit fog ez most a jövőre való tekintettel okozni nekem. Hogyan befolyásolja a további életemet ez az esemény. És itt van például valakinek az elvesztése. Elég egy közlekedési baleset. Csörög a telefon, és beleszólnak, hogy XY meghalt. Hát szóval erre nem lehet felkészülni. Ez igazi DHS. Na most az a gond, hogy amikor megkapjuk a hírt, akkor azonnal beindulnak a gondolataink. Nem mondom, hogy ezernyi, de biztos, hogy legalább 12 beindul. Ezek mind negatív tartalmú gondolatok, és ezekhez újabb érzelmeket, újabb félelmeket kötünk, hogy csak az ne legyen meg így, meg úgy nem. Valójában egy pszichés megrázkódtatásról van szó, nem véletlenül vastagítottam ki, csak a magyar nyelvben a pszichés megrázkódtatást a lelki megrázkódtatásnak nevezzük. Miről van szó? Érzelmi és gondolati megrázkódtatásról van szó. Itt először volt, ugye a történetre jön egy félelem, és kötök hozzá újabb gondolatokat, amelyek újabb félelmeket fognak elindítani bennünk. És eznek, a kettőnek az összekapcsolódásából lesz akkora energia, hogy az annak nyoma lesz a Hammeri gócban. A gondolatoknak ezreit éljük meg naponta, annak nem lesz semmi lenyomata az agyunkban. De amikor a gondolatok és az érzelmek összekötődnek, na arra emlékezni is fogom. És az a helyzet, hogy amit mindig elmondok, hogy minél intelligensebb valaki, annál több megélése lesz egy váratlan esemény során, és annál több biológiai programot, értelmes biológiai különprogramot fog elindítani. Tehát a pszichés megrázkódtatásról van szó.
A következő kritérium pedig az, hogy mindezt magányosan, elszigetelten éljük meg. Hát itt kérem szépen, miért élünk meg valamit magányosan, elszigetelten? Mert így élünk, alapjaiban is így élünk, és amikor történik velünk valami, akkor még inkább nincs kinek elmondjam, mert bizalmatlanságban élünk. Mert a bizalmatlanság és a félelem fenntartása a társadalomban az, amivel lehet a társadalmat irányítani. És ha én bizalmatlanságban, félelemben élek, bezárkózva a saját csigaházamban, esetleg még önleértékelésben, akkor minden, ami történik, azt magamra vonatkoztatom, hogy mert megint nem voltam megfelelő, mert megint nem voltam elég jó, mert én vagyok az, akit mindig elsőnek kirúgnak a munkahelyemről, munkahelyéről. Tehát ezek már egy bejáratott gondolati sémák. Mondjam azt, hogy önsorsrontó gondolatok, amelyeknek a következménye újabb és újabb biológiai program lesz. Tehát nagyon ritka dolog az, hogy valakinek volt egy megrázó eseménye, egy gondozási konfliktusa, csinált egy meldaganatot, és azon kívül semmi mást. Tehát ezeket a lelki állapotokat nem fogjuk feltárni egy másik ember előtt, mert bizalmatlan. És ha megkérdezik tőled, hogy mi a bajod, ugye mi lesz a válasz? Semmi. Semmi. És itt van a probléma, hogy elhallgatjuk, amikor esélyünk lenne arra, hogy feltárjuk, hogy megmondjuk, hogy kibeszéljük magunkból, akkor sem nyílunk meg esetleg egy megértő személy előtt. Ennek a magyarázata az némileg mutat közös szálakat, például a stressz keltő szituációk érzelmi hatásaival. Ennek többféle hatása lehet, mint például a szorongás. Ez alatt a félelmet, feszültséget értem, a rossz előérzetet. Kinek ne lett volna már ilyenje? Ezt akkor tudjuk megélni, hogyha olyan eseményen megyünk keresztül, amelyek akkori tudásunk és felmérésünk alapján meghaladják az emberi szenvedés vagy feszültség normális terjedelmét. Ezt nagyon gyakran követi a poszttraumás stressz, vagyis egy esemény utáni bezártság ebben az állapotban. Ez a DHS után is jellemző, hogy nem tudunk erről beszélni, nem tudjuk ezt feloldani, nem tudunk ebből a helyzetből kilépni. De megjelenhet bennünk a harag és az agresszió, ez különösen gyerekeknél tapasztalható, amikor frusztrációt, valamilyen kellemetlen helyzetet élnek át, akkor haragra gerjednek. Nagyon érdekes az, ahogyan megjelenik egy idő után a fásultság állapota ezekben a helyzetekben, annyira nem látjuk a kiutat, és olyan mélyen és olyan mélyrehatóan maradunk benne a konfliktusba, és annyira elszigetelődünk ebben az állapotban, hogy nem is látjuk a kiutat, és mindez pedig rányomja a bélyegét például a gondolkodásunkra, a viselkedésünkre, a döntéshozatalunkra, illetve a későbbi életvitelünkre. Ezt, hogyha nagyon tudományos szeretnék lenni, és ígérem, ez az utolsó ilyen szó, amit kimondok, tehát ez az állapot, illetve a stresszes állapot is, és a DHS is negatívan befolyásolja a kognitív működésünket. Ebben mindkettő ugyanaz mutatja. Nagyon nehezen tudjuk az információ feldolgozását lebonyolítani, hiszen ha érzelmileg, pszichésen egy bizonyos állapotban vagyok, úgymond beragadva, nem tudom ettől függetleníteni magamat, akkor ennek a hatására próbálok mereven ragaszkodni a viselkedés mintáimhoz. Így van. Köszönöm a felismerések, drága Kereszt. Azokhoz a viselkedés mintákhoz, amelyek miatt kialakulhatott ez a helyzet. Azt gondolom ilyenkor emberként, hogyha mindent ugyanúgy csinálok, mint ahogy eddig tettem, akkor megmaradok abban a biztonságos zónában, ahol tudom a tól tőlig határt. Hát itt van azt hiszem,
a sarokköve a DHS-nek is, és a stressznek is, hiszen ezek a lépések vezettek el ide, és most ugyanazt teszem, mint eddig, mégis másfajta eredményt várok. Igen, vagyis reagálok egy megszokott, egy bejáratott gondolati, érzelmi és cselekvési mintára fogok újra-újra reagálni, és csodálkozunk rajta, hogy semmi nem változik. Ugye azért ragadunk benne a konfliktusban, mert nem hiszünk benne, hogy bárki is segíthet, és ez kapcsolódik az előbb elmondottakhoz, mert ha megkérdik, hogy mi a bajod, hát a válasz az, hogy semmi. És nem tudjuk elfogadni egy másik embernek a segítő szándékát sem, és nincsen B-variáció. Csak úgy lehet, ahogy én azt elképzeltem, vagy úgy nem lehet, ahogy most megtörtént. És mivel nincsenek bennünk kidolgozva a B vagy a C variációk, ezért amikor valami nem úgy történik, ahogy elképzeltük, hát az borzasztó nagy megrázkódtatásnak éljük meg. Igen, itt a DHS-sel, a nehéz helyzetekkel való megküzdési készségekről kellene pár szót szólnom. Azt nevezzük megküzdési készségnek, vagy az előbb ígértem, hogy nem mondok csúnya szót, de ezt most még mégis csak mondhatsz, most ezt itt bónuszként kimondom, ez a coping elnevezés, hát ha vannak kollégák, akik ezekre a szavakra fogják felkapni a fejüket. Tehát az a megküzdési stratégia, amivel az egyén megpróbál szembeszállni a stresszel, a számára kellemetlen helyzettel. Ez nagyon szükszavan három csoportba lehetne osztani. Van a problémaorientált megküzdés, magát a problémának a megoldására irányulnak. Mondjuk, ha van egy autóm, amivel balesetet szenvedtem, akkor rögtön elkezdek keresgélni az autószerelők után az interneten, a telefonomon, alternatív megoldásokat gondolok át, újra struktúrálom a gondolataimat, hogy jó, akkor ezzel nem tudok odaérni, felhívom, hogy késni fogok, és így tovább. És van az érzelemközpontú megküzdés, na ez egy picivel ritkább, itt nem a probléma megszüntetésére, hanem a negatív érzelmek csökkenésére irányulnak. Ezt egy picit úgy is lehetne nevezni, hogy struczpolitika. Ilyenkor van az, hogy leülünk és iszunk valami olyat, amire azt gondoljuk, hogy akkor most ez eltompítja annyira a gondolatainkat, hogy ilyenkor kerül elő a zsebből a rég leszokott dohányos zsebéből újra a cigaretta, az alkohol, valamilyen szer, valamilyen nyugtató, ami nem megoldás arra az adott szituációra, de egy érzelmi tompítottságot kelt, és ezáltal az érzelemközpontú megküzdést próbálja elérni. Ennek a csapdája az, hogy amint ez a szer megszűnik a testünkre hatni, legyen ez bármi, a probléma zömében hatványozottabban és súlyosabban kerül újra elő. És van egy másik ritka megoldás is, ami nem is annyira ritka, mint az előző kettő, talán itt azért csúsztattam az előbbi ritka megfogalmazással, ez a segítségorientált megküzdés, amikor külső segítségért folyamodunk, ilyenkor az internet csodáit keressük fel, és azt hiszem, hogy minden ember talált már olyan oldalt, olyan lapot, amely a rák gyógyíthatóságáról szólt, és mit kell tenni ilyenkor. A segítségorientált megközelítés az a teljes passzivitás felfedezése önmagunkban, ez a tanult tehetetlenség, hogy én ehhez kicsi vagyok, majd tudja valaki más, egy specialista, egy alternatív gyógymódot javasló bárki. És igen, nagyon köszönöm, hogy kiemelted, hogy nem vagyunk felkészülve a B-variációra. Rugalmatlanul, makacsul küzdünk a saját igazunkért, rugalmatlanok és makacsok vagyunk azokban a nézőpontokban, amelyekkel egy problémát megközelítünk, nincs B-tervünk, vagy fekete, vagy fehér, és mindig az a gondunk, hogy kényszeresen ragaszkodunk na, ahhoz az elképzeléshez,
ami számunkra az ideális megoldást jelentené, jelentette volna. Vagy jelentette volna, ez olyan, ha én nem nőnek születek, és nem kislányként születek, hanem kisfiúnak, akkor mekkora, milyen szép katonai pályám lehetett volna, de bezzeg nem. Tehát azok a megoldások, most egy nagyon blőd példát hoztam elő, pontosan azért is sarkítok ennyire, hogy vegyük észre a saját gondolkodásunkban a ha, akkor mi lett volna, és hogyha ez nem így történik, játszmákba bonyolódunk, és ezben rengeteg időt el tudunk vesztegetni, ami alatt mondjuk akár meg is gyógyulhatnánk, és nagyon sokszor későn, vagy már túl későn hívunk arra rá, hogy mindezt nem kellett volna ilyen hosszú ideig fenntartani. Nagyon élethez tapadó történet az, hogy ugye kapitalizmusban élünk, verseny van, mindenki küzd a fennmaradásért, céget alapít, vállalkozik, mennek a dolgok, ugye pengeiren táncol az egész vállalkozás, mert mindig azért vannak olyan tényezők, amik kibillenthetik, de ha egy nem várt esemény bekrakkol, mondjuk valakiben nagyon megbíztunk, és ebben a valakiben csalódnunk kell, akkor a kérdés az, hogy meddig sajnálom magamat azzal, hogy ebben az emberben én csalódtam. Meddig nem tudok túllépni azon a csalódáson, meddig ragaszkodok ahhoz a hibás elképzeléshez, hogy már pedig ez úgy lett volna tökéletes, ha az üzlettársam mindegyik becsületes marad, mint ahogy én is voltam. Hát ezek azok a mindennapi történetek az üzleti világban, amin meg kell tanuljuk magunkat túltenni. Meg kell tanulni lapozni. Fel kell mérjük azt, hogy mit tanulhattam ebből az egész történetből, megköszönöm a tanítást, és tovább lépek. És keresek más munkatársat, más üzlettársat, vagy esetleg másfajta szakmát. Mert ha valakinek sehogy se jön össze, mit tudom én, mondjuk a könyvkiadás, akkor ne foglalkozom könyvkiadással, akkor foglalkozom valami mással. Ez egy nagyon lényeges, hát hogy mondja, megoldás lenne egy ilyen esetben. Mert az a nagy probléma, hogy az agyunk nem tesz különbséget a valóság, az álom és az illúzió között. Ugye a valóság az mindenki számára egyértelmű, mert valóság az, ami megtörtént, vagy ami előttem van, vagyis az egyetlen valóság, ami itt és most történik. Hadd szóljak közben azért, mert azt, ami a világban, az, ami a világban történik. Hát az, és, igen, értem. És az, amit mi ebből látunk, az, amit mi ebből látni tudunk, és az, amit mi mindebből, amit látunk, látni tudunk, amit mi látni vélünk, igen, egy nagyon szűk szegmense a világnak. És nem a Sohasem. Szavakkal akarok játszani. Csak gondoljunk arra, hogyha megértjük már azt életünkben valamikor, hogy mondjuk szerelmesek voltunk, akkor azt láttuk, hogy nincs akadály. Bármi jön, megoldjuk. Igen. Abban a pillanatban, amikor az érzelmi állapotom egy másfajta érzelmet tükröz, mondjuk félelmet, akkor csak a félelmetes helyzeteket látjuk meg a valóságból is. Igen. Vagyis az, hogy ez egy valós történet, és valós veszélyeket tartalmaz, az nem biztos, hogy ez mindenki számára ugyanazt jelenti. Hát, igen. Gondoljunk csak arra, hogy egy 5 éves gyereknek egy kutyával, egy hangosan ugató kutyával való találkozás igen valós, de lehet, hogy egy felnőttnek ez nem vált, egy felnőttben ez nem vált ki problémát. És nagyon köszönöm azt is, hogy felírtad, hogy elképzeld. Egy kockázatelemző elmének a folyamatos veszélyelemzési működését jelenti. Én nagyon hálás vagyok ezért az agymenés kifejezésért, amit a fóliára felraktál. Minden egyes olyan történet, ami csak a fejünkben, az elképzelésünk szintjén történik meg, és teljes mértékben beleéljük magunkat ebbe az elképzelésbe, az félelmet vált ki. Mi lesz majd, ha
felszólít a tanár, és nem fogom tudni a Igen, tehát választ. itt jön a lényeg, hogy félelmet kötök az elképzelt dolgokhoz. Igen, itt azért megint egy másik kicsit mosolyt fakasztó elképzelés, saját elképzelésem, hogy senki nem retteg attól, hogy nyerni fog a hatos lottón, hogy megtalálja az ideális partnert, hogy megháromszorozzák, megtriplázzák a fizetését. Fizetését, igen. Mindig valami negatív dolgot tudunk ilyen szinten megvalósítani. És lehet szimbolikus vagy illuzórikus. Nagyon gyakran a mi lett volna, ha féle játékot játszunk, ha és akkor következtetéseket vonunk le, lehet ez egy szimbolikus konfliktus, tehát nyilván egy övön aluli ütés sem feltétlenül fizikai formában kell érteni, bizony. Mert ezek azok az igen ritka esetek, amelyek valós támadást jelentenek. Igen, az valóság, hogy övön alul beütöttek neki. Igen, de ha minden nap attól félek, és elképzelem, hogy na, akkor ma van az a nagy nap, amikor ez fizikai formában is megtörténik, arra is reagál a biológiám. Ha csak úgy érzem, hogy ez most övön aluli támadás volt bárki részéről, és ezt én nagyon komolyan, nagyon, nagyon mélyen megélem, akkor is reagál a biológiám. És igen, azok az újra és újra átélt dolgok, vagy átgondolt dolgok, amelyek konfliktust hordoztak valamikor, valaha nekem, ezek is újra és újra aktiválhatják az értelmes biológiai különprogramunkat. Nagyon érdekes az, ahogyan a múltunkhoz hozzáállunk, ahogyan újra és újra visszajátszási üzemmódban nézzük vissza, de csak és kizárólag a kudarcainkat. Így van. Hogy ki mit nem tett úgy, ahogy én szerettem volna. Ki nem szeretett engem úgy, ahogy. Kitől mit kaptam, és illetve mit nem kaptam meg. És mi lehettem volna, hogyha ez nem így történik. Igen. Ezek az újra és újra átélt élmények, legyenek ezek mondjuk családi megbeszélések alatt felhozott hibalisták, vagy vétek listák, amiket nagyon kellemesen tudunk így egymás alá dörgölni, különösen pirosbetűs ünnepekkor az év azon napján, amikor kénytelenek vagyunk egy légtérben lenni a biológiai családunkkal, illetve barátainkkal. Ilyenkor jönnek elő azok a témák, amelyekben keserédes nosztalgiával tekintünk a múltunk azon részére, amit sajnálunk, hogy vége, és nem úgy történt. És most ezek nem úgy van, összetudunk hasonlítani mindenféle idősíkot, a múltat, a jelennel, a jövővel, teljes mértékben bele tudunk bonyolódni ezekbe a szálakba, és nem utolsó sorban az a legrosszabb benne, hogy mindenre a mi biológiánk válaszolni fog. Jó lenne ezeket az eseményeket másképp kezelni, másképp hozzáállni, egy picit változtatni mindazon, amit mi önmagunkról gondolunk, hiszen olyan helyzetek, amelyek megijesztenek bennünket, amelyek hirtelen drámaian hatnak ránk, azok mindig lesznek, de vegyük benne mindig észre a lehetőséget a változásra. Hát igen, ez volna a lényeg, nagyon-nagyon jól összefoglaltad, Réka, hogyha ezekben a nem várt eseményekben valójában azt látnánk, hogy a langyos vízből most valahogyan nekem ki kell lépni. Valahogy a változásnak, a változtatásnak a motorját, vagy mondjam azt a kezdő impulzusát vélnénk fölfedezni, oké, ha ez történt, akkor azt jelenti, hogy most akkor mással kell foglalkozzak, vagy valamit másképp kell csinálni, mint eddig. Nem, ragaszkodok ahhoz, hogy az úgy kell legyen, ahogy én azt kitaláltam. És miért van ez az egész? Azért, mert ott van bennünk a félelem. És nem véletlenül hozta Mosónak ezt az idézetét, hogy az élet ott kezdődik, ahol a félelem véget ér. Mert amíg félelemben élünk, addig gyakorlatilag csak a túlélésünkért küzdünk. A félelem alakú programoknak a háttere, gyökere, oka, foka mindig a haláltól
és a faj kipusztulásától való félelem. De miért élünk így? Hát alapvetően itt egyetlen egy nagy gondunk van. Az, hogy teljes mértékben rossz úton, rossz szemszögből közelítjük meg a problémát. Ha megnézzük, hogy melyek azok a tünetek, azok a panaszok, amelyek mindezt kiváltják, akkor eljutunk minden egyes konfliktus hátterében rejtőző szükségletek szintjére. Én most a teljesség és a precizitás vágya nélkül szeretnék csak párat megemlíteni. A legnagyobb szükségletünk az, hogy valamit elérjünk. Vagy a függetlenséget akarjuk elérni, vagy egy még mélyebb függőségi állapotot szeretnénk kialakítani. Vagy szeretnénk, ha valaki gondoskodna rólunk, megoldaná a problémáinkat, és lehetőleg ezt számomra egyénként minél kevesebb saját energiabefektetést igényeljen. Vagyis áldozat vagyok, és várom a megmentőt. Valójában igen, ezek a legfőképpen a fiziológiai szükségleteimet jelentik. Vagyis de... a túlélésünket jelentő életfolyamatok. Pontosan. De lehet ennek a szükségletnek a hátterében egy intim kapcsolat iránti vágy, vagy a magánytól való megszabadulás is, mert teljesen mindegy, hogy valamit szeretnék megközelíteni, vagy valamit szeretnék elhárítani, mindvégig a félelmem az, hogy ezt képtelen vagyok megoldani. Itt lehetnek párkapcsolati problémák, vagy épp pont a párkapcsolat hiánya okoz bennünk ilyen mély nyomot, vagy például csak témaköröket próbálok elhinteni, mint az együttműködés, vagy a versengés, szeretnék valakivel együttműködni, vagy épp ugyanabból a közösségből kitűnni, vagy ebbe a közösségbe beilleszkedni, de attól félek, hogy nem fognak szeretni, el fognak tőlem határolódni, megítélnek, elítélnek, és így tovább. És hát nem beszélnék csak távirati stílusban azokról az etikai normákról, az elfojtott érzelmeinkről, gondolatainkról, és a vágyaink okozta belső feszültségről, amelyek mind-mind egy-egy félelemhez kötődnek. Mindezeknek a szükségleteknek az alapja az, hogy mi csak a fizikai testünkkel azonosítjuk magunkat. Benézek a tükörbe, és azt látom, hogy ez a 75 kilós nő, ez én vagyok. És nagyon érdekes az, hogy meddig tudunk ezzel azonosulni. Mert hogyha mondjuk önnek, kedves hallgató, valaki azt mondaná, hogy ön 60-70 kiló hústömeg, akkor valószínű, hogy kikérné magának, mert nekem van lelkem, nekem van szívem, nekem vannak önálló gondolataim, és hát ami a legbüszkébb vagyok, hogy én azért egy olyan embernek gondolom magam, akinek lelke van. Hát bocsánat, de én most ki szeretném ábrándítani a kedves hallgatót ebben a tévhitében egy picit megingatni. Az én személyes felfogásom szerint mi lelkek vagyunk, akinek testük van. Igen, különböző testi értékekkel rendelkező bőrruhában, bőrtestben, vagy bőrrel bevont testben vagyunk, de nem csak ennyi. Ameddig a túlélés, a fajfenntartás az alapvető szükségleteink egyike, addig mindig ebben a témában leszünk sebezhetőek. Jó lenne, ha tudnánk, hogy kik is vagyunk mi valójában. A félelmeink megoldására mindig találunk ki valamilyen forgatókönyvet, valamilyen vészforgatókönyvet, hogy mit fogok tenni akkor, ha, ami egy látszat megoldást kínál. Ez a látszatmegoldás maga a szükséglet. Ameddig ezeket a látszatmegoldásokat tudom menedzselni, tudom kezelni, ergo el tudom kerülni azt az állapotot, hogy én még jobban féljek, és valamennyire elhárítom a félelem megvalósulásának esélyt, addig a szükségleteim kielégítésével töltöm az életem, és valljuk be, hogy ez egy nagyon fárasztó dolog. De mivel nem tudunk folyamatosan minden veszélyt elhárítani,
be fognak csúszni azok a pillanatok, amiket a germánygyógytudományban DHS-nek nevezünk, mert annyi mindenre nem tudunk egyszerre energiát fordítani, ilyenkor vannak a drámai, hirtelen bekövetkező, érzelmileg súlyosan megrázó helyzetek, amire nem tudok megoldást, amit magányosan élek meg, ami pedig elindítja az értelmes biológiai különprogramot. Hát ezt úgy gondolom, hogy ilyen részletesen még soha nem foglaltuk össze. Kerek egy órát beszéltünk eddig még csak az első biológiai törvényről és a DHS-nek az ismérveiről, de pont az volt a célja a mai webkonferenciának, hogy lássuk, hogy mennyire nem egyszerű ez a DHS, mennyiféle megélésünk lehet, és mi, amit mondtam, minél intelligensebb valaki, annál több megélése lesz, és egy cukorbetegnek mondjuk nem lesz egyértelmű, hogy ő mikor élte meg életében azt az ellensregülést, amit elindította nála a cukorbetegséget. Viszont itt nem az az egyszeri DHS lesz az, ami elindította nála a cukorbetegséget, hanem az a viselkedési mód, hogy ő mindenre ellenszegül. Na ez az, ami beindítja a cukorbetegséget. Tehát akkor is van egy, mondjam azt, egy olyan történet, ami kiüti a biztosítékot, egy nagyszerelmi csalódás, vagy egy munkahelyi konfliktus, vagy egy családi konfliktus, ami, ahol mondjuk úgy, hogy azt éli meg az illető, hogy na most aztán betelt a pohár, de ez megoldódna, ha a konfliktusát lezárná. De nincs lezárva a konfliktus, és egyre több ügyben éli meg valaki az ellenszegülést, és akkor csodálkozunk, hogy cukorbeteg marad. És ezért van az, hogy a gyógyuláshoz meg kell értenünk azt, hogy nem elég fizikai szinten kerítéseket építeni, elköltözni, munkahelyet változtatni vagy elválni, hanem magunkban kell rendet tennünk, befelé kell tekintenünk ahhoz, hogy ezeket a dolgainkat végre megoldjuk. Mert magányosan, elszigetelten megélt konfliktusokról van szó. Ha ez a két dolog nem volna benne, hogy magányosan, elszigetelten és benne ragadok a konfliktusba, akkor nem is lenne belőle biológiai program. De kérdés az, hogy meddig maradunk ugye benne ebben a történetben. És mindezekből, amit elmondtunk, remélem mindenki számára most már egyértelmű ez a mondat, ami mindig visszajön, hogy az egyetlen valóság mindenki számára a saját megélése. Tehát soha nem az számít, hogy mi történt, hanem én, mint egyén, hogyan reagáltam az eddigi életem negatív tapasztalatai alapján arra, ami most itt és most történt, és ugyanebből következik az is, hogy a betegség a beteg nélkül nem gyógyítható, mert csak ő fogja megoldani érzelmileg is a konfliktusát. Ameddig érzelmileg nem zárja le, addig a sinek gondoskodni fognak arról, hogy emlékeztessenek minket, hogy kedves gazdám, ez az ügy még nincs lezárva, és ebből lesznek majd a krónikus betegségek. Nos, amint tudjuk, Hámer doktor folytatja a kutatást, és nem sokkal az első természettörvény után rögtön jelentkezik a második természettörvény, ugye, mint belgyógyász, aki teljesen tisztában van a tünettannal, megfigyeli, hogy a tüneteink kétfélék, vannak hideg és vannak meleg tünetek. Hát a hideg tünetek azok, amikor hidegveríték borít el minket, amikor hideg a kezem, hideg a lábam, feszült vagyok, ideges vagyok, mondhatom úgy, hogy stresszes vagyok, és nem tudok elaludni, vagy ha elalszok, felébredek, nincs étvágyam, és lefogyok. Na ez a konfliktus aktív szakaszra jellemző tünet, vagy tünetek, ezek ami mindaz, amit elmondtam, és természetesen kérdés, hogy meddig maradok benne a konfliktusba. Mert ez alatt az idő alatt, a konfliktus aktív szakasz alatt már kapok egy biológiai segítséget arra, amit én érzelmileg nem tudtam feloldani. Már jön a biológiai segítség, kérem szépen. És amikor megoldom a konfliktust, a KM a konfliktus megoldását jelenti, akkor fognak jönni a meleg tünetek.
Csak mondom, nem mindegy, hogy a konfliktus megoldása hogyan történt. Valóban, érzelmileg, megbocsátással, empátiával, elengedéssel, megértéssel történt, hogy értsük, hogy mit jelent az, hogy érzelmileg feloldani valamit. Vagy pedig megváltoztak az életkörülményeim, és már nem ez foglalkoztat, hanem valami egészen más. A megoldást követő szakaszban, MK fázis, ugye, az első tünetek a gyulladásról szólnak. Ha felszínen van a szöveti elváltozás, akkor ugye piros lesz, meg duzzadt lesz, meg fájdalmas lesz. Rubor, tumor, kálor, dolor. Piros, duzzad, meleg és fáj, és nem működik rendesen. Most ezek a gyulladás tünetei már a középkorban, a ókorban le voltak írva, ezzel nem mondtam semmi újat, csak annyit kellene tudnunk, hogy nem betegek vagyunk jelenleg, hanem éppen elkezdtünk gyógyulni. Éppen elkezdtünk gyógyulni. Nem győzöm kiemelni. Örülnünk kellene ezeknek a tüneteknek, mert azt jelenti, hogy biológiailag elkezdődött a rendbetétel. És a gyulladásos tünetek mellett fejfájásunk is lesz, mert a folyadékgyűlem, vagyis a duzzanat, az ödéma, az nem csak szervi szinten, hanem agyi szinten is megjelenik. Lélek, agy, szerv szintről beszélünk, ne feledjük el. És ez azt jelenti, ez a rendszer, hogy minden párhuzamosan egyszerre történik. És ha csak egy koponya CT van a kezemben, akkor is meg tudom mondani, hogy éppenséggel mi történik az illető szervezetében, de hát ha a beteggel kapcsolatom van, mert eljön konzultációra, és elmondja remélhetőleg őszintén mindazt, ami benne zajlik, akkor természetesen, hogy CT nélkül is meg tudjuk fejteni, hogy mi az a DHS, amit ő megélt az életében, és arra próbálunk megoldást adni, olyat, amit ő valójában meg is tud csinálni. Nos, a gyulladásos tüneteket utána követi megint egy hideg zuhany, az epileptoid krízis, amikor is a tüneteink fokozottan jelennek meg. Itt lesz a legveszélyesebb része az egész EBK-nak, értelmes biológiai különprogramnak, mert a felerősödő görcsök, a szív frekvencia változásai, vagy túl alacsony, vagy túl magas pulzus, a kiugró vérnyomás, a lezuhanó vérnyomás, a tüdőödéma, az epegörcs, a vesegörcs, stb. Stb. Mélyvénás trombózis, ezek mind itt fognak megjelenni, de nem azért, hogy minket szivasson, hanem ennek az epileptoid krízisnek a legfontosabb dolga az, hogy kiürül a víz az agyi központból. Először is a relé, az agyi központ kell helyre jöjjön, és mivel a víz belőle préselődik, és szervi szinten is ürítjük a vizet, ami eddig a gyulladás folyamán a duzzanatot okozta, nos, ezért lesz több a vizeletünk, mint amennyi folyadékot fogyasztottunk. És ezután ismét következik, amint látjuk, egy meleg tünetekkel bővelkedő gyógyulási szakasz, ez pedig a hegesedési fázis, és hogy nehogy elrohanjunk dolgozni, ezért extrém fáradtságot, nagyon kifejezett fáradtságot fogunk érezni, mert tényleg a kifacsart mosogatórongy állapotát éljük itt meg, pontosan azért, hogy várjuk ki a gyógyulásnak a végét. Természetesen nem vagyunk tisztában ezekkel a tünetekkel, hogy hogyan megy végbe egy értelmes biológiai külön program, akkor nem fogjuk tudni, hogy mi történik, és teszünk olyat, ami el fogja akasztani a gyógyulásunkat. Ha viszont tudom, hogy mit éltem meg, és azt mikor, tudom, hogy mikor oldottam fel, akkor ki tudom számítani azt is, hogy mikorra gyógyulok meg, vagy éppen, hogy mikor jön az epileptoid krízis. Tehát ez a Hammeri iránytű egy fantasztikus segítség nekünk abban, hogy tudjuk, hogy hol tartunk ebben az értelmes biológiai különprogramban. Aztán Hammer doktor, hogy megértse a tünetek mögött húzódó szervi szintű elváltozásokat, egészen az embriológiáig, vagyis az egyetfejlődésig lapozott vissza, hiszen ebből
Első éven vizsgáztunk az anatómia mellett. Ez az a 9 hónap, amit az anyaméhen belül töltünk el, amikor is a megtermékenyült petesejtből kialakul a 9 hónap alatt a megszületendő gyermek. De hogyan is alakulunk ki? 3 csiralemezből alakul ki minden szervünk, minden szövetünk, és ez fogja meghatározni azt, hogy mi történik ezekkel a sejtekkel egy élet során a testünkben. Tehát ezek a sejtek az egész életünk során ugyanazt fogják csinálni. És ha a konfliktus aktív szakaszban, itt a sárga mezőben jelöli Hamel doktor azt, hogy sejteket fogok szaporítani a cél érdekében, akkor a sejteket, a felesleges sejteket a megoldási szakaszban, gyulladásos folyamatok közepette le fogunk bontani, mert egyetlen sejtet sem tartunk el feleslegesen. Ha a program úgy kezdődött, hogy sejteket sorvasztottok a konfliktus aktív szakaszban a túlélés érdekében, akkor természetesen, hogy a megoldási szakaszban ezeket a sejteket vissza fogjuk építeni. És hogyha működést változtattunk a konfliktus aktív szakaszban, tehát nem volt se sejt szaporítás, se sejt szintű sorvadás, csak megváltozott a működés, mint mondjuk cukorbetegségben, akkor a megoldási szakaszban a lefékezett, gátolt, visszafogott működés helyre fog állni, és ez jelenti azt, hogy az inzulin termelés helyreáll, és újra rendben lesz a vércukorszintünk. Erre is van példám. Tehát, mint mondtam, Hamel doktor az embriológiáig ásott le, hogy mindezt megértsük. Itt látjuk a 3 csíralemeznek a keresztmetszeti képét. Sárga, narancs és piros színekkel ábrázolja Hamel doktor a 3 csíralemezt, és az abból kialakuló sejteket, szöveteket. Ezeknek a sejteknek megvan már a megfelelő idegi központjuk, ebből indul ki az a parancs, ami ezekhez a sejtekhez irányulni fog, és egy életen át ezt a működést fogják elvégezni. Tehát a sárga színnel jelzett nyíl a fallat konfliktusokra utal, amint látjuk a belső vagy alsó csíralemezből, endodermából származó sejtekre fog hatni az agytörzs. És a fallat az nem csak táplálék fallatot, hanem levegő, víz, falatot, valamint még fény és hangfalatot is jelent. Erről összefoglaló webkonferencia van, akit érdekel, megnézi. Aztán a narancssárga mezőből, mezoderma, a narancssárga színnel jelzett csíralemezből, középső csíralemezből kialakuló sejtjeink két irányba fognak differenciálódni. Lesz az ősi mezodermális és az új mezodermális sejt. Az ősi mezodermális sejteket a kisagy, az új mezodermális sejteket a nagyagy fehér állománya irányítja. A kisagyba futnak be azok a félelmek, amelyek a túlzásba vitt aggódás, vagyis gondozási konfliktus, a vélt vagy valós támadás, illetve a bemocskoltság, elcsúfítottság érzésével kapcsolatos félelmeink. Ezek az érzések, tehát a kisagyból kiindulva, szövetszaporulatot fognak elindítani az írhában és járulékaiban. Ide tartozik ugye az emlő is, mert az egy módosult verejtékmirigy, csak éppen anyatejet termel, és nem verejtéket, hál' Istennek. És innen indulnak ki a parancsok a burkokhoz is, ami a hashártya, a mellhártya és szívburok. Mindenkinek szíves figyelmébe ajánlom a vélt vagy valós támadások, valamint a melldaganatról szóló webkonferencia megtekintését. A narancssárga nagy agyi rész, amit itt látunk a kisagy fölött, az viszont már az önleértékeléssel kapcsolatos érzéseinket fogja, mondjam, itt van az önleértékeléssel kapcsolatos érzések telefonközpontja, és ezek az érzések nagyon, de nagyon pontos szervi elváltozást fognak elindítani a mozgással kapcsolatos szerveinkben, szöveteinkben. Ide tehát tartoznak a csontok, a csontokat összekötő ízületek, inak, a csontokat elmozdító izmok,
az erek, osztó, gyűjtő, nyirokerek, valamint a kötőszövet és zsírszövet. Ezeket mindig először sorvasztjuk konfliktus aktív szakaszban, majd visszaépítjük fájdalom kíséretében a megoldási szakaszban, kivétel ugye a zsírszövet, mert senkinek nem fáj, ha a zsírszövete szaporodik. Nos, erről is ugye az önleértékelésnek a biológiai értelméről külön webkonferenciát nézhetünk meg, és összegyűjtve pedig lejátszási listákban a saját YouTube csatornán legalább 2 tucatnyi webkonferenciát találunk, ami az önleértékeléssel kapcsolatos anyagokat foglalja össze. A piros színnel jelzett csiralemez, a külső csiralemez vagy ektoderma, és ez a piros baba pont arra utal, hogy a külső bőrünk, vagyis a bőrünk legfelületesebb része, amit ugye mindenki lát, az ektodermális eredetű, ez választ el minket a külvilágtól, tehát az elválasztási konfliktusaink is ide fognak, itt fognak szöveti elváltozást okozni, de hova csapódnak be? Az agykéregbe. Tehát az agykéregben van az elválasztási konfliktus központja, és annak függvényében, hogy hogyan és kivel kapcsolatban éltük meg ezt az elválasztást, a megfelelő helyen és megfelelő mélységben a bőrünkön elindul a sorvadás, majd a fájdalmas visszaépítés. Az elválasztási konfliktusokon kívül az agykéreg a birtok konfliktusokkal is foglalkozik. Erről is külön webkonferencia van természetesen, épp úgy, mint az elválasztási konfliktusokról. És az agykéreg az, ami a jövőből érkező félelmeinkkel, vagy a múltban még le nem zárt félelmeinkkel foglalkozik, és innen indulnak ki természetesen az akaratlagos mozgások is. Ez az egyszerű ábra teljesen logikus választ ad arra, hogy nincsenek metasztázisok, vagyis nincsenek áttétek. Még egyszer mondom, sejtjeink nem vándorolnak, ugyanannak az idegi központnak a hatása alatt működnek egy életen át, és még a prostata sejt sem fog tüdősejtté alakulni, hiába a prostata is és a tüdő szövete is endodermális eredetű, két külön konfliktus, két külön programot indít el. Az metasztázisokra azért kellett valamilyen magyarázatot adnia a medicinának, mert oly kíméletlenül közlik az emberekkel a diagnózist, hogy az újabb és újabb konfliktusokat indít el bennük, és erre újabb és újabb biológiai válaszokat fognak adni. Amikor én még egyetemre jártak minket, arra tanítottak, hogy a beteggel a nagyon súlyos, életveszélyes diagnózisokat nem közöljük szemtől szembe, a hozzátartozóknak megmondjuk, és természetesen fenntartjuk a reményt és a hitet a betegben, hogy meg tud gyógyulni. Ez teljesen megváltozott, és ennek következménye az, hogy ha valakinek a rák nevű diagnózist bármilyen szervével kapcsolatban bejelentik, innentől a következmény konfliktusok miatt újabb túlélő programokat indít el, attól függ, mennyire intelligens az illető, és ezek az újra elindult programok, amelyek a daganat után megjelennek, ezeket már ugye fűzérbe kötjük, és próbáljuk elhitetni, hogy itt a sejtek gondolnak egy nagyot, elköszönnek az eddigi főnöküktől, majd bejelentkeznek egy másik egyik központba, hogy én most már ide akarok tartozni. Kérem szépen, a sejten belül nincs migráció. A 4. természettörvényben Hammer doktor rámutat arra, hogy a bennünk élő mikroorganizmusok, gombák, gombabaktériumok, baktériumok és vírusok, ezek a mi segítőink, akik segítenek csíralemezhez kötötten helyreállítani a sejtek számát. Mert ugye az erdőben is a felesleges sejteket a gombák bontják le, természetesen az endodermából, belső csíralemezből származó sejtjeink felesleges számát szintén a gombák fogják lebontani. Tehát ha valakinek egy tápcsatornai gombás úgynevezett fertőzése van, akkor csak le kellene zárni végre érzelmileg a programot. Ha valakinek fehér folyása van, hölgyeim,
le kellene zárni végre a programot, és minden gyógyszer nélkül, vagy diéta nélkül az a bizonyos fehérfolyás egyik ciklusról a másikra megszűnne. Tessenek megnézni a női biológiai programokról szóló webkonferencia előadást, illetve hát a menstruációról szóló előadást. A mikobaktériumok ugye a régi mezoderma sejtjeinek a lebontásában segítenek, a baktériumok az új mezoderma sejtjeinek a visszaépítésében, a vírusok pedig az ektodermális származású sejtek visszaépítésében segítenek. Tehát például egy humán papilloma vírus kimutatása nem azt jelenti, hogy fertőződtem, hanem vagy az okozná esetleg a méhnyakrákot, hanem azt jelenti, hogy gyógyuló félben van a méhnyakrákon, még akkor is, ha csak P3-P4-es citológiai vizsgálatot kaptam. Akkor azt jelenti, még az elején vagyok az egésznek. Tehát itten le kellene zárni azt a fajta birtoklást, amit biológiai szinten élünk meg, hölgyeim, a párunkkal, a társunkkal kapcsolatban. Egy szóval, ha féltékenységet le tudnánk zárni, akkor a humán papilloma vírus megfelelő számban maradna, mert egészséges nőnél is kimutatható a HPV vírus, mert annak ott a helye a méhszányálkahártyáján. De ha valaki feltalál egy oltást a féltékenység ellen, akkor természetesen, hogy a humán papilloma vírus se fog elszaporodni. Ugye értjük, hogy ilyen oltás nincs, de ha a humán papilloma vírus ellen oltásokat fejlesztünk ki, és adunk be a fiatalságnak, az azt jelenti, hogy azután is lesz neki mészáj nyálkahártya programja, csak éppen nem lesz, aki ezt rendbe hozza. Az egyéb mellékhatásokat nem akarom már részletezni. Nos, a bennünk élő mikroorganizmusok kérdése már Louis Pasteur óta egy nagy kérdés, akkor már Antoine Béchamp megmondta Louis Pasteurnek, hogy nem a mikroorganizmusok okozzák a betegséget, hanem a millió. És Louis Pasteur a halálos ágyán beismerte, hogy ez így van, de ezt valahogy elfelejtették közölni velünk. Ánál doktor nagyszerűsége abban rejlik, hogy csíralemezhez kötötten mutatta ki, hogy ezek a bennünk élő mikroorganizmusok hogyan működnek, mi az ő értelmes feladatuk a szervezetünkben. Tehát ha elszaporodnak, akkor mi történt? Egyszerűen annyi történt, hogy vagy túl sokáig ültünk a konfliktus aktív szakaszban, és ezért túl sok helyreállító mikroorganizmus szaporodott el, vagy pedig elakadt a programunk. Mert a krónikus betegségeknek ez a, mondjam úgy, hogy rákfenéje, hogy elakad a program, mert itt látjuk legalul a függő gyógyulásnak az ábráját Hammer doktor könyvéből természetesen, vagyis túl gyakran kerülök sínre, ezek a kis kék, rövid szakaszok azt jelentik, hogy naponta vagy két naponta sínre kerülök, vagyis elakad a gyógyulásom és újraindul, elakad és újraindul a gyógyulásom, tehát maradnak a gyulladásos tünetek, és nyilvánvaló a gyulladásos tünetekhez kapcsolódó hát segítőink, mikroorganizmuson. Tehát ezért lesz folyamatosan fehérfolyás, ezért lesz kandida úgynevezett fertőzése valakinek, vagy éppenséggel hepatitis C vírusa kimutatva, mert ő folyamatosan bosszankodik. A policiklikus lefolyás azt jelenti, hogy végigfut a program, ritkábban jönnek a sínek, ezért tud végigfutni, és akkor ezeket úgy fogjuk hívni, hogy a recidívák, vagy hát Hammer doktor megnevezésében policiklikus lefolyás lesz. Ezek a történetek is elkerülhetők lennének az életünkben, de tudjuk a kettőt kombinálni, hogy egy ilyen függő gyógyulásos történet policiklikusan következik be. Tessenek megnézni a vékonybél és vastagbél programjairól szóló előadást és a krónbetegséget. És van a meg nem oldott konfliktus, ami hát kérem szépen, a teremtő nem így talált ki minket, hogy bennem maradunk mindig egy konfliktusban. De most már tudjuk, hogy ez egy állandó szövet szaporulatot, vagy egy állandó szövet hiányt,
vagy egy állandó működés zavart fog fenntartani. Tehát ezért lesz cukorbeteg a cukorbeteg, ezért alakul ki akkora daganat mondjuk valakinek a vastag belébe, hogy elzárja a széklet kijáratát, vagy ezért lesz akkora fekély a gyomrába, hogy elvérzik. Ez alatt a meg nem, tehát ez alatt a meg nem oldott konfliktus alatt azt kell érteni, hogy egész életében nem tudja lezárni ezt a programot? Hát van, aki egész életében is ebbe hal bele. Van, aki, ugye mindig nézzük, hogy miről van szó. Nem csak az időfaktor számít, hanem a konfliktus tömeg is. Hogy mennyire erősen foglalkoztat engem egy bizonyos téma. Mondjam úgy, hogy szinte rögeszme. Hogy miért nem úgy történt, ahogy én azt szerettem volna. De kérem szépen, két nap nem létezik a naptárban. A tegnapi nap, meg a holnapi nap. Teljesen mindegy, hogy mi van, hogy mi történt a tegnapi nap, ha azt én lezárom békével, illetve megkeresem, hogy mit tanulhattam belőle, akkor onnantól kezdve a tegnapi napnak a vesztesége, a csalódása már nem hathat a mai napomra. Tehát értsük meg, a biológiai testünk mindig a pillanatra reagál. Kérdés, mit hozok én be ebbe a pillanatba is? Még mindig azon töröm a fejem, hogy 3 évvel ezelőtt engem átvertek? Ez a problémám? Akkor még mindig fenntartok egy olyan programot, ami, hát hogy mondjam, egyirányú utca temetőbe. Senkit nem akarok ijeszteni. Nem az a célom, hogy félelmet keltsek a lelkekben, csupán az a célom, hogy felébredjünk a biológiai álomvilágból, mert amikor megtanulunk félelmek nélkül élni, amint Osho is leírtana, ott kezdődik az igazi élet. Az 5. természettörvényel teszi Hámer doktor fel a koronát a munkásságára, hiszen rámutatta arra, hogy igen, minden, ami bennünk történik, annak értelme van, a túlélésért és a faj fenntartásáért történik minden. És ezt úgy gondolom, hogy mégsem nevezhetnénk rossz indulatú folyamatnak, ami bennünk a túlélésért történik. De még egyszer kiemelném, nem mindegy, hogy meddig ülünk benne a konfliktusban. Tessenek lezárni a napot, mai napot is békével, és a holnapi napra kitenni a tiszta lapot, mert minden nap tiszta lap. És ezt bevezetnénk így az életünkbe, akkor sokkal kisebb esélye lenne annak, hogy megbetegedjünk, gyakorlatilag meg se tudnánk komolyabban betegedni, mert krónikus betegségeink nem tudnának kialakulni. Tehát, és mindennek a lényege, amint látjuk itt Hammer doktor írásában, ez a bizonyos DHS, mert ebben a pillanatban, ami megtörtént, ez már elindítja bennünk a biológiai választ, vagy a sejtszaporulatot, vagy a sejtsorvadást, vagy a működésváltozást. De kérdés, meddig maradok a konfliktusban? És az, hogy meddig maradok a konfliktusban, az egy egyéni, szubjektív, individuálisan meghozott döntésnek kell lennie. Mindig vissza kell gondolni arra a pillanatra, amikor ez a DHS belépett az életünkben, hogy akkor mit éreztünk, mit éltünk át. Nagyon fontos, hogy nem mostani eszünkkel próbáljuk megmagyarázni, hogy hát valójában én akkor nem is féltem, hanem arra gondoltam, hogy ez a racionalizálás egyik csapdája, és természetes velejárója az emberi létnek, hogy X idő elteltével már másképp gondolja, ugyanaz, átstruktúráljuk a gondolatainkat, érzelmeinket, nagyon sokszor szándékosan kitekerjük a helyzetet csak azért, mert úgy érezzük, hogy ezzel könnyebben meg tudnánk így birkózni, de hogyha végig gondolnánk azt, hogy mi volt az, amit akkor megéltem, az nagyon sokat segítene abban, hogy megértsem, hogy most mi zajlik a testemben. Ennek a DHS pillanatában megélt élménynek, és ezt az élményt szót most nagyon idézőjelbe teszem, mert egyáltalán nem kellemes, de ennek az érzelem csomagnak, ha így jobban tetszik, nagyon sok oldala van. Nem feltétlenül egyféleképpen élünk meg egy dolgot.
Rengeteg olyan DHS van az életünkben, ami nem egy félelemre aktivizálódik, vagy nem egy asszociatív gondolatot, érzelmi státuszt hoz az életünkben, hanem többet. Most gondolok itt legyen a holnapi, vagy e héten történő időváltozás a téma. Ugye ez senkinek nem okoz DHS-t, mert ugye tudjuk, hallottuk, hogy jön a rossz idő, lehet hóvihar, szél, eső, fal, bármi. Mindannyian fel vagyunk rá készülve, hiszen hát pár napon belül novembert írunk, tehát azért nem fog bennünket drámaian meglepni, ha holnap nem, 28 fok. Nem 32 fok lesz árnyékban és napsütés. Viszont az, ha mondjuk kimegyek holnap az utcára, és egy óriási pocsolyába belelépek, és egy autó a legszebb ruhámat fogja tönkretenni, hogy most akkor a legkisebb programot mondjam. Igen. De nekem pont most van egy állásinterjúm, ahova nagyon szép, most nagyon csinosnak akarok, nagyon csinosan akarok megérkezni, az azért bosszantást is kiválthat belőlem. Meg bemocskoltságot. Bemocskoltságot is kiválthat belőlem, meg félelmet, hogy pont emiatt nem fogom megkapni a munkát, és nem lesz pénzem a jövő havi sárga csekket befizetni. Meg még ellenszegülést is. Meg még szarul is érzem magam. Tehát mindig az a kérdés, hogy ki hogyan élte meg ezt a nagyon jó történet, Réka. Mindennapi történet, és a következő egy-két hónapban ez nagyon gyakori lesz. Igen. És nagyon fontos azt is tudni, hogy ebben a pillanatban rengeteg sín tud rögzülni. Nem kötelező, hogy minden teljesüljön, de bármelyik, bármikor rögzülhet. Rögzülhet például az engem sárral, pocsolyával bemocskoló autónak a színe, az autós arc kifejezése. Rögzülhet bennem az a falevél, amit megcsúsztam, és még el is estem közben. Rögtön asszociálom magamban teljes mértékben tudattalanul, tehát ezt nem szándékosan csináljuk. De van olyan útkereszteződés mindannyiunk életében, ahol nagyon odafigyelünk, mert hallottuk, mert láttuk meg, mert majdnem elütött ott az autó, és akkor itt most óvatosabb leszek, a biológiánk mindig emlékeztet azokra az körülményekre, amelyekben testi épségünk károsodott, vagy testi, lelki, vagy szellemi károsodást tapasztaltunk. Ezért van az például, hogy rengeteg ember nem bírja a húzatot. Nem egy kézzelfogható dolog, nem látszik, csak bizonyos eszközökkel tudjuk ezt mérni. Azt gondolom, hogy senkinek nincs ilyen készülék a zsebébe. Húzatmérő. Igen, de mégis példának nagyon jó, mert lehet, hogy akkor, amikor én ezt az incidenst elszenvedtem, hogy lefröcsköltek az úttesten áthaladva, vagy éppen egy olyan helyen voltam, ahol húzat volt, vagy az mellettem elhaladó autó, keltette légáramlat, okoz bennem húzathoz hasonló emlékképet. Tehát banális példákat próbálok mondani, igen, Hammer doktor az első természettörvénynél ismerteti azt, hogy ha egy nő talál rajta kapja a férjét valakivel, ez azért remélem, hogy nagyon ritka holló eset történet, de bármikor, bárkivel előfordulhat valami, amire nincs felkészülve. Én azt szeretném ebből az ötödik természettörvényből, mint reménysugarat megjegyezni, hogy mindig a biológia megtalálja azt a megoldást, ami a saját túlélésemet, a saját biztonságomat hivatott szolgálni. A kérdés csupán az, hogy megengedem-e a biológiának, hogy ezt az értelmes biológiai különprogramot egyszer, ha már elkezdődött, be tudja fejezni. Hát igen. Hagyom-e, hogy meggyógyuljak, vagy nem hagyom? Hát igen, amit alapvetően tudnunk, ismernünk kell, azt én úgy gondolom, hogy elmondtuk, és Hammer doktornak a tudományos táblázatának a fotóját hoztam ide be, csak ismétlésként, hogy lássuk, hogy milyen konfliktusok is betegítenek meg minket.
Itt látjuk a sárga mezőben a falat konfliktusokat. Ugye táplálék, levegő, víz, a fény és hangfalat. Ugyanakkor ne felejtjük, hogy a magányosság és az egzisztenciális konfliktus az a víznek a bentartását fogja okozni, a fokozott ödémák kialakulását. Itt alul látjuk a símaizommal kapcsolatos történeteket. A narancssárga oszloptól jön a kezesség kérdése, amire a balkezesekről, a balkezes programok összefoglalásában külön kitértünk. Most erre nem térnénk ki, hogy ki a biológiai balkezes, de a kezesség kérdése innen kezdődik, a narancssárga oszloptól, és természetesen végig a piros oszlopon keresztül is érvényes marad. A narancssárga oszlop tetején vannak a vélt vagy valós támadások, illetve a gondozási konfliktus, vagyis az emlődaganat egyik fajtája. Aztán a narancssárga oszlopnak a második része az önleértékeléssel kapcsolatos programokat tartalmazza. Egészen idáig, tehát ahol most mutatom, a narancssárga oszlop közepéig mindig előbb építjük a sejteket, utána bontjuk. Az önleértékeléssel kapcsolatos programok, valamint a piros mező elválasztás birtokkonfliktusoknál először bontunk és utána építünk. Itt pedig alól a piros mező alján a működés változással kapcsolatos értelmes biológiai különprogramokat találjuk. Hihetetlen volt számomra, hogy egy 1x20x160-as papíron a medicinának a lényege fellelhető. És itt az alapokat találjuk meg, azt az alapvető gondolkodást, ami ahhoz kell, hogy meg tudjunk fejteni olyan kérdéseket, mint Sjögren-szindróma, vagy lupus erythematodes, vagy éppenséggel szkleroderma. Tehát a Hammer doktor gondolkodását, ha átvesszük, akkor fogjuk tudni valójában megérteni mindazt, amit nekünk tanítottak az egyetemen, és akkor fogjuk látni mindenben a túlélést és a fajfenntartást, nem pedig azt, hogy autoimmun, gyógyíthatatlan és halálos betegség. Hogy miért akad el a gyógyulásunk, ezt nem győzöm kiemelni, már néhány előadásban elismételtem, erről egy külön előadás van, itt csak a pontokat sorolnám fel vázlatosan. Tehát, ha a beteg passzívan áll hozzá, doki beteg vagyok, gyógyíts meg, nem hajlandó semmit se tenni a gyógyulásáért, azon túl, hogy a bogyókat beszedi. Tehát nem csak fizikai szinten, hanem érzelmi és gondolati szinten is rendet kell tenni. Ha nem ismeri az öt természet törvényt, akkor honnan tudja, hogy egyáltalán mi zajlik a testébe? Ha ismeri, de nem tudja elfogadni, mert ő szkeptikus, hát akkor nem tudok mit kezdeni vele. A szkeptikusoknak csak azt tudom ajánlani, hogy előítéletek nélkül próbálják úgy végig hallgatni az előadásokat, vagy elolvasni Hammer doktor könyvét, mintha most hallanának erről először. Megtalálja mindenki benne azt a logikát, ami egyszerűen felülírhatatlan. Ha nincsenek érzelmileg feloldva a konfliktusok, akkor természetesen látok a sémáját a krónikus betegségek kialakulásának, és lesz függőgyógyulás, policiklikus lefolyás. A gyógyulási tüneteket a beteg újabb konfliktusként éli meg. Ezt kérem szépen nagyon gyakori, és ez az a csapda, amiben az emberek nagyon könnyen belecsúsznak. Tehát ha valakinek van egy gyógyuló vastagbél programja, és hát ugye a szék letürítése innentől kezdve, mivel gyulladás van, fájdalom van, stb., hát nem lesz a legmesésebb a szék letürítése, és ezt megint szarul éli meg, hogy már megint nem tudok vécézni úgy, ahogy kéne. Akkor fönntartja a programját. Ha fáj a csípőizülete, és megél, hogy ezt nem lehet elviselni, akkor ezt a programot is sikerült elakasztani. Ha van egy falat konfliktus a megoldásban, és oly akkora a mandulája, hogy be van gyulladva, hogy már nyelni sem tud,
és megéli, hogy nem tudok nyelni, tehát nem tudom a falatot lenyelni, akkor tökéletesen fenntartja a mandula gyulladását, de még elindít egy máj programot is, egy éhenhalás programot is. Tehát nem akarom ezt részletezni, a könyvemben erre részletesen kitérek, illetve az erről szóló előadásban miért akad el a gyógyulásom, tessenek azt megnézni. Aztán vannak vegyszeres vagy gyógyszeres beavatkozások, amelyek elakasztják természetesen a gyógyulásunkat, és az esztelen diéták. Ne feledjük el, hogy a gyógyuláshoz energiára, fehérjére van szükségünk. Ha pont akkor kezdek el diétázni és esztelen dolgokat bevezetni, amikor éppen szüksége lenne a szervezetemnek még több eledelre, akkor ne csodálkozzunk, hogy elakad a gyógyulásunk. Ma is kaptam egy levelet, mert a beteg leírja, hogy diétázott, hogy kiéhezt, nem akarja etetni a rákot. Kérem szépen, nem a rákot etetjük, a szervezetünket etetjük, mert azt a rákot nem kellene utálni, nem kellene elítélni, és nem kéne elváljak tőle. Meg kéne értsem, hogy azt én csináltam, és én is fogom megoldani, ha betartom a játékszabályokat. És itt van az, hogy tudatlanságból újabb meg újabb programokat indítunk el. Felhívom a figyelmet arra, hogy gyógyulás első feltétele légy őszinte önmagadhoz. Aki elmondja a programjainak a felét, akkor mi azzal fogunk foglalkozni. A másik felét nem mondja el, az attól még működni fog benne, és előre fog haladni. Tehát csak azon tudok segíteni, amit a beteg beismer, hogy mint probléma, az neki ott van. És előfordul olyan, hogy megoldódik az a biológiai program, amivel ő először megkeresett, és közben egy másik, mondjuk önleértékelésből fakadó program miatt életveszélyes helyzetbe kerül. A rendelőben kapott diagnózis sok, az egyszerűen döbbenetes. Volt olyan helyzetünk, hogy elmondtam egy barátom ismerősének, hogy éppenséggel az a bizonyos biológiai program miről szól, és néztem, hogy hitetlenül néz rám. És csak annyit kérdeztem tőle, hogy ha én ezt fehér köpenyben mondanám el, akkor elhinnéd? És a válasz az volt, hogy igen. Nos, ameddig én külső hatóságoknak hiszek, és nem magam döntöm el, hogy miben hiszek, és miben nem hiszek, addig nem tudok segíteni senkit sem. Itt Hammer doktor azt írta a germán gyógytudomány elé, hogy orvosoknak és betegeknek, akiknek szívük és józan eszük van. Akinek ez nincs, azzal nem tudok mit kezdeni, és itt jönnek be ismét a szkeptikusok. Aztán a beteggelséggel járó megváltozott helyzet következményeit konfliktusként éli meg. Egy betegnek volt egy közlekedési balesete, és amikor felébredt az eszméletlen állapotából, meglátta, hogy nincs meg a karja. Abban a pillanatban megvakult a fél szemére. Ennyi. Tehát tessenek megérteni, hogy a megváltozott helyzet az lehet, hogy az életünk alakulása szempontjából éppen egy pozitív változás lenne, ha úgy fognánk fel. Ajánlom mindenkinek a Kéz és láb nélkül boldogan című előadásnak a megkeresését a YouTube csatornán, és nézzük meg, hogy hogyan és miként. És itt jön egy nagyon fontos kérdés, a család negatív hozzáállása. Azon a betegen nem lehet segíteni, ahol a család egyfolytában duruzsolja, hogy mégis be kéne menned kemóra, mégiscsak menj el sugárra, mert azért, ha így vagy úgy, tehát teljesen elveszik a betegnek a hitét és a bizalmát abban, hogy ő meg tud gyógyulni. Az a családtag, aki nincs tisztában a germán gyógytudomány törvényeivel, az legalább hagyja a beteget békén. Ő dönti el, hogy mit szeretne, és egyezünk meg, hogy mindenki maga felelős az életéért. Nem én, nem Réka,
nem Hammer doktor, és nem a férj, a feleség, vagy valamelyik rokon. Mindenki ezt fontolja meg jó előre. Döntse el, hogy mit akar. Mert egy kicsi, hiszek a germán gyógytudományban, nem csinál semmit, és, és nem megy orvosi rendelőbe sem, és csodálkozik, hogy frekvenciát vált. Ez így nem működik, hogy hiszek a germán gyógytudományban. A germán gyógytudományban nem kell hinni. A germán gyógytudományt megérteni kell, és alkalmazni. Alkalmazni ezeket a tételeket, amit itt felsoroltam, ezek tapasztalati úton nyert pontok, nem Hammer doktor könyvéből szedtem ezeket ki, hanem a tapasztalat hozta ezeket a pontokat az életünkbe, hogy figyelmeztessek mindenkit jó előre, ne csinálja ezeket, mert akkor elakad a gyógyulása. A germán gyógytudomány tehát rámutat arra, hogy nem azoktól a tényezőktől függnek a betegségek, amitől mi eddig úgy gondoltuk, hogy, hanem csak attól függnek, hogy meddig ragadunk benne a konfliktusainkban. Mert ha nem oldjuk fel érzelmileg ezeket a dolgokat, akkor a sinek gondoskodnak a krónikus betegségekről. De ha felismerjük az okokat, a valós okokat a tünetek alapján, és valós megoldást fogunk eszközölni, akkor a gyógyulásunk garantált. Mert kérdezik tőlem, hogy mi a garancia arra, hogy én tudom garantálni azt, hogy te meg tudod-e oldani a konfliktusodat, ezt nem én fogom eldönteni. Mert ha valaki még mindig nem tudta magát túltenni egy 3 évvel ezelőtti érzelmi megrázkódtatáson, én annak mit tudja garantálni? Itt a beteg a legerősebb és egyben a leggyengébb pontja a germán gyógytudománynak, mert tőle függ az, hogy ez a történet meg valóban megtörténik, vagy nem történik meg. Mert ha feloldja az okokat, és lehetőleg minél hamarabb feloldja az okokat, akkor természetesen meggyógyulhat 3 daganatból és szklerózis multiplexből is. A germán gyógytudomány pedig tényleg tudomány. Tessenek megnézni, hogy mi a tudomány meghatározása az interneten. Az első és legfontosabb, hogy reprodukálható. Tehát ugyanaz fog megtörténni a földgömbön minden emberrel, ha halálfélelmi konfliktust él meg, tüdőszövet szaporulat lesz a következmény, és ez nem áttét. Ez azt jelenti, hogy a megváltozott helyzetében annyi félelmet élt meg, amiből már az egyik a haláltól való félelem. Összehasonlítható és előrejelezhető. Mi nyugodtan össze lehet hasonlítani egyes biológiai programoknak a lefutását, hogy hogy történt Pistinél és hogy történt Marcsinál. Természetesen mindig attól függ, hogy mennyi időt ül a konfliktusba, és amikor megoldotta, akkor visszaesik-e, vagy valóban végigcsinálja a programját. Nem statisztika és nem állatkísérlet lesz az, ami meg fogja számunkra mutatni azt, hogy ki gyógyul meg és ki nem gyógyul meg. Aki betartja a játékszabályokat, az meggyógyul. Légy őszinte önmagadhoz, ez az első játékszabály. És a legjobb megelőzés az érzelmileg megoldani mindazt, amit érzelmileg indítottunk el. Hát remélem, Kareszt, ne arra úgy, hogy azonnal a szabadba vágok, de azonnal meg kell osztanom veled, hogy ez az előadás nekem ma különösen tetszett. Pontosan amiatt, mert úgy érzem, hogy rengeteg hajszálgyökeret sikerült elvarni és érthetővé tenni. Most a fórum rész következik.